e körül csinált akkor még ellenzéki képviselőként semmilyen Zsolt. Nem volt ilyen kormánydöntés, nem volt ilyen kormányzati szándék. Valamelyik fiók alján találtak egy szakértői anyagot, amit aztán fölfújtak egy akkora lufivá, hogy megpróbálják kipukkasztani, de szeretném világossá tenni a tévénézők számára és a nyilvánosság számára, hogy semmilyen ilyen szándéka nem volt az előző kormánynak. Nagyon divatos, most tudom, mindenféle ilyen rémhíreket előhozni, de erről szó nem volt. Mirkóczi képviselő úr egyszerűen nem mondott igazat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra Volner János képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Az elhangzottakra szeretnék reagálni. Egyrészt korrigálnám magam, hiszen Schiffer képviselőtársamnak van igaza abban, amit mondott. A Martin Luther King Egyesület vezetője volt Gyilmárton, de meglehetősen szorosan együttműködött a TASZ-szal, gyakorlatilag mindenki együtt kézben, kéz a kézben járó szervezetként erőszemélyi átfedésekkel emlegette a két szervezetet, tehát valószínűleg innen a hasonlóság, nem a véletlen műve. Szabó Andrea képviselő társam részére pedig, amikor ugye a liberálisok értetlenkednek, hogy miért beszélünk mi a szavazati joggal nem rendelkező bevándorlók esetén, arról, hogy mégiscsak a szavazat maximalizálás eszközét jelenti ez. Hát azért, kedves képviselőtársaim, mert önök előtt elsősorban az a nyugat-európai gyakorlat lebeg, amely sok harmadik világból érkező külföldi állampolgárt milliószám letelepített Nyugat-Európában, és ezek az emberek aztán később bent tartották az adott országgyűlésben, az adott parlamentekben azokat a liberális pártokat, akinek a segítségével ez a folyamat megvalósulhatott. Mi azért szeretnénk ezt elkerülni, mert szemünk előtt lebeg a nyugat-európai gyakorlat, látjuk azt, hogy milyen jelentős konfliktusokkal jár a többségi befogadó társadalom és a harmadik világból érkező idegenek között az együttélés. Ez nyilván egy olyan dolog, amit el kell kerülnünk. És a Toloncz Egyezmény alapján járó költségtérítésekről pedig annyit ugye, hogy a 2001/40-es Európa tanácsi irányelv volt az, amely szabályozta a költségeket ezen a területen. Ugye itt a szállítási, eljárási, kísérő személyzeti, orvosi kezelési és stb. Költségeket meg kell térítenie annak az államnak, aki az úgynevezett végrehajtó államként szerepel a kitoloncolási eljárásban, és ezt annak kell megtérítenie, akitől átveszi ezeket az állampolgárokat, illetve aki nem tudott felelni ezeknek a külföldieknek a mozgásáért, tartózkodásáért, azaz, aki köteles megtéríteni ezeket a költségeket. Hát ezt szeretnénk elkerülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra Mirkóczi Ádám képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Hát tényleg csak nagyon röviden Lampert Mónika képviselőtársamra szeretnék reagálni. Hát nehogy már én legyek a hibás azért, mert az MSZP kormány alatt egy ilyen migrációs tanulmány előkerült Semmién Zsolt által. Hát ez finoman szólva is kicsit furcsa, hogy én nem mondok igazat. Hát én csak a tényeket mondtam el, hogy egy ilyen előkerült, amiben előirányozták 1 millió kínai Magyarországra telepítését. Nem én találtam ki, meg kell nézni visszamenőleg a 2007 tavaszi sajtóorgánumok összességét, pont ilyen logika alapján az összödi beszédet is számon lehetne kérni rajtam, vagy épp a Jobbikon, hát álljon már meg a menet. Hát bocsánat, attól, hogy valaki hazudott, és mi ezt fölvetjük arról, azért nem mi legyünk már a hibásak. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalásra Szabó Tima, a képviselőasszony kért szólt a Jobbik képviselőcsoport. Hát, nem, szerencsére nem. Köszönöm az a LMP szót, képviselőcsoport. Képviselőasszony, önné a szó. Még egy-két elhangzottak, szeretnék reagálni. Elnézést, ez annyira vicces volt. Elhangzott, csak szeretném még árnyalni ezt a magyar adófizetők pénze dolgot. 2009-ben a BÁK a visszatérési alapból 53 millió forintot nyert. Nem tudom, hogy innentől kezdve ez elége annak a néhány száz külföldinek a visszatoloncolására, aki egyébként bizonyos években szó van. Azon kívül szeretném elmondani, hogy aki annyira aggódik az adófizetők pénzéért, az inkább nézze meg, hogy egy 12 hónapos idegenrendészeti őrizet az mennyibe kerülne. Mi végeztünk konkrét számításokat,
és ezek alapján kiderült, hogy háromszor annyiba kerülne az idegerendészeti őrizet, mint hogyha maradna a jelenlegi állapot. Itt elhangzott az, hogy Magyarország geopolitikai helyzete mennyire indokolja a migrációs törvénycsomag szigorítását. Hát felhívnám a figyelmet, kedves képviselőtársam, vagy kedves képviselőtársam figyelmét, hogy Magyarország geopolitikai helyzete azért nem változott az elmúlt 1000 évben. Mégsem jöttek ide tömegével sem illegális migránsok, sem menekültek, sem az iraki háború alatt, sem az afganisztáni háború alatt. A boszniai, illetve a koszovói menekülteket valóban ideiglenesen befogadtuk, de azért itt sem beszélhetünk több százezer fős menekült áradatról, vagy illegális bevándorlók, vagy akármilyen bevándorló áradatról. Tehát nem nagyon tudom értelmezni azt, hogy most akkor hirtelen Magyarország geopolitikai helyzete mennyiben változott, hogy indokolt legyen ez a szigorítás. Egyébként valóban az illegális migráció ellen való fellépés az egy nagyon komoly célkitűzés, amit mi is támogatunk, és szívesen részt is veszünk egy közös gondolkodásban. Az LMP képviselőcsoportja sem gondolja azt, hogy illegális migránsokat százezrével kellene befogadni ennek az országnak, viszont azt gondoljuk, hogy amikor menekültekről van szó, akkor igenis be kell tartani a nemzetközi egyezményeket. Itt én nagyon röviden reagálnék, azt hiszem, hogy Mirkóczi képviselőtársa mondta azt, hogy az egyetemen a külföldiek miből élnek, és hogy hát ezt mindenki tudja, hogy miből élnek az egyetem a külföldiek. Én nem tudom, ezt majd akkor, nem tudom, kint a folyoson megbeszéljük, hogy miből élnek a külföldiek, ha pedig úgy gondolja, hogy valami olyan illegális tevékenységet folytatnak ezek a külföldiek, amire bizonyítéka is van, akkor pedig bíztatom, hogy tegyen feljelentést az ügyben. Hiszen ez mindannyiunk érdeke, hogy ezek a külföldi egyetemisták ne követhessenek el ilyen tetteket. És még egy dologhoz szerettem volna még általánosan hozzászólni, ez, amit el is kezdtem az előző felszólalásomban, ez a fellebezési eljárás, hogy kivették a fővárosi bíróság kezéből ezt a dolgot, és megyei bíróságok kezébe helyeznék át. Úgy gondoljuk, hogy ez komoly aggodalomra ad okot, egyébként a maga bírói szakma is erősen tiltakozik, hiszen tisztában vannak azzal, hogy nincsenek felkészülve szakmailag erre. A menekült joganyagnak a 90% az angol és francia nyelven íródik, egyszerűen nem tudják feldolgozni, több 100 millió forintot öltek az elmúlt években abba, hogy a fővárosi bíróság bíráit kiképezzék ezen a téren, egyébként maga a BÁH kezdeményezésére, illetve kivitelezésére. Azt gondoljuk, hogy szakmailag és anyagilag is indokolt az, hogy ez a fővárosi bíróság kezében maradjon. Beszélhetünk onnantól kezdve, hogy mondjuk egy szomáliai tolmácsot hogyan fogunk elküldeni egyik óráról a másikra vidékre, ez mennyibe kerül, illetve ez milyen logisztikai feladatokat igényel. Azt gondolom, hogy ez azért lényegesen rontaná az eddigi eljárás színvonalát. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Két perces felszólalások következnek. Elsőnek Volner János képviselő úrnak adom meg a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatban szeretnék néhány gondolattal reflektálni Szabó Tímea LMP-s képviselőtársam mondataira. Hát én úgy gondolom, hogy maximálisan indokolt az, hogyha egy külföldi, gyakorlatilag nem tud a magyar állam semmit, nem ismeri az előéletét, érkezik egy harmadik világbeli országból, akkor megpróbál az állam fölötte kontroll gyakorolni. A külföldiek fölött alapesetben ugye olyan módon, hogy biztosít részére egy kijelölt szálláshelyet, és akkor, amikor az LMP arról beszél, hogy a külföldiekkel itt nincs semmi baj, nem követnek el semmit, hát azért nézzék meg például a debreceni befogadóállomást, ahol azért kellett külön biztonsági őrt fölvenni az helyi buszjáratra, csak arra az egyre, ami a befogadóállomáshoz fuvarozza az utasokat, mert a külföldiek rendszeresen inzultálták a magyar állampolgárokat. Tehát ezek bizony tények, a tények pedig makas dolgok, az államnak pedig kutya kötelessége, hiszen ezért fizetjük az adóforintjait.
politikusainkat, hogy a polgárokat megvédje az ilyen esetektől, és akkor, amikor az LMP arról beszél, ugye, hogy a harmadik világbeli idegeneket hasonlítgatja mondjuk Bartók Bélához, hát azért nekem is föláll a hátamon a szőr, tisztelt képviselőtársaim, ugyanis messze össze nem vethető a két eset. Az egyik esetben, most a szerb háborúra gondolok, vagy a délszláv háborúra, egy velünk gyakorlatilag azonos kultúrkörből származó, valóban háborús helyzet elől menekülő embereket fogad be, nagyon helyesen egyébként a magyar állam, ez ellen itt senki nem is tiltakozott ebben a házban. A másik esetben bizony az esetek túlnyomó többségében egyszerű gazdasági menekülteket, akik rá szeretnének települni a magyar szociális rendszerre, rá szeretnének települni az ingyenességet számukra is biztosító magyar egészségügyre, és ez az, amit bizony meg kell akadályoznunk, mert egész egyszerűen nem olyan nagy az ország teherbíró képessége, hogy korlátlan számban meg tudjuk ezt tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Képviselő úr, folytatjuk a két perces felszólalásokat. Zé Kárpát Dániel. Képviselő úr, következik a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az imént elhangzott, hogy a geopolitikai helyzet nem változott Magyarország tekintetében. Erre igenis rá kell, hogy cáfoljunk, ugyanis az utóbbi évszázadokban mindig is volt lehetőség az úgymond minőségi behívásra, tehát azoknak a népcsoportoknak és azon képviselőiknek a behívására, adott esetben letelepítésére, integrálására a magyar társadalomba, akik kimondottan hasznára váltak az össznemzeti magyarságnak, a teljes magyar nemzettestnek. Manapság ugyanakkor a környezeti menekültek, a világszintű átrendeződés, a harmadik világ egyes régióinak népesedési bombáinak tekintetében, ismeretében nincs erre lehetőség. Nyugat-Európa pontosan ezt a mintát mutatja nekünk. Egész egyszerűen a harmadik világ tömegeivel szemben csak a sorompók részleges vagy teljes lehúzása tud védelmet nyújtani. Ezt egyébként magyar példával is alá tudjuk támasztani. Hazánkba is a külföldiek legnagyobb része munkavállalás céljából érkezik, ezt követi a családegyesítés, és csak ezt az a tanulás, amit annyira féltenek. Adott esetben el kell mondanunk azt is, hogy már egy 1997-es felmérés azt bizonyította, hogy a 10 000-nél nagyobb lélekszámú magyar településeken a kereskedők 47%-a kínai származású volt. Az utóbbi 10 évben ez az arány, ez a tendencia nem javult, sőt, már a legeldugottabb falvakban is megtalálhatóak ezek a kínai üzemek, hát boltoknak nevezni őket egy kicsit túlzásnak tartom. Olyan árukat, olyan terményeket hoznak be Magyarországra, Európába, melyek egyrészt károsítják a hazai gazdaságot, tehát egyértelmű gazdasági kivetüléssel számolhatunk a bevándorlást és a migrációt követő kérdések tekintetében, és arról is beszélhetünk, hogy igenis ez a probléma a legkisebb magyar falvakba is leszűrődik, ez egy kezelendő probléma, az utóbbi 8 évben semmi nem történt e tekintetben, de nyugodtan mondhatnék 20 évet is. Igenis, egy olyan kérdéskörről van szó, melyet a magyar nemzettest önvédelme érdekében haladéktalanul kezelni kell. Köszönöm szépen, képviselő úr. Szabó Tíme, a képviselőasszony következik az LMP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Úgy tűnik, hogy ilyen szópárbaj alakul ki itt köztem és a jobbikos képviselők között, de azt gondolom, hogy ameddig tudjuk tartani a szakmai színvonalat, addig én állok ennek elébe. Zé Kárpát Dániel képviselőtársamra szeretnék gyorsan reagálni, hogy azt hiszem, hogy itt keverjük a szezont a fazonnal. Van a legális migráció és van az illegális migráció. Amikor kínaiak idejönnek, letelepülnek, és különböző boltokat, vagy ahogy ő mondta, üzemeket nyitnak, az a legális migráció, ezt nem illegálisan teszik, akkor arra külön eszközöket kell találnunk, és azzal én nem is vitatkozom. Én most kimondottam, amivel én érveltem, vagy amivel kapcsolatban én érveltem, az ugye elsősorban a menekültek, a menedékkérők helyzet, illetve az illegális migráció. Az, hogy egy kínai megkapja a letelepedési engedélyt, az egyelőre legális úton történik, nem illegálisan lépi át, nem is kerül idegenrendészeti őrizetbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy teljesen más kérdés. Wollner képviselőtársa mondta azt hiszem, hogy márpedig, hogyha itt bejön egy harmadik országbeli állampolgár, akkor igenis idegenrendészeti őrizetbe kell tenni. A személyi azonosítás általában 15 nap alatt megtörténik egy idegenrendészeti őrizetbe, tehát nem tudom, hogy miért indokolt, akkor a fél év vagy az egy év ezzel kapcsolatban. Illetve, hogy általában nem értem egyébként az egész felvetést, mert úgy beszélünk erről a kérdésről, mint hogyha itt tényleg ilyen menekült hordák, vagy migrációs, vagy migráns hordák érkeznének az országba. Ráadásul ugye harmadik országbeli állampolgárok tennék mindezt. Azért nézzék,